Szeretettel köszöntöm a megjelentek között a polgármester asszonyunkat, Potocskáné Körösi Anitát, illetve a sajtó képviselőit, valamint a további megjelenteket. Egy ismert szlogen szerint nem minden hulladék az, ami szemét. Ez valóban így is van, hiszen az újrahasznosítás által nagyon sok hulladékfajta nem kerül a szemétbe. Ilyenek lehetnek a konyhai és a kerti hulladékok is. Ezekből néhány hónap alatt remek komposzt készíthető. A szerves anyag hozzájárul a talajtermőképességének javításához, és egyben a háztartásokban keletkező hulladék mennyiségét is csökkenti. Ezáltal a hulladéklerakókban sokkal kevesebb szemét kerül, amely által az élettartamuk is megnövekszik, illetve jelentős környezetvédelmi hatások érhetők el. Ez a projekt is, amely keretében most itt állunk, tulajdonképpen ezeket a célokat szolgálja. Három település vesz részt benne, Balatonvilágos, Zamárdi, illetve Siófok. A három érintett településen összesen 9325 darab komposztáló ládát osztanak ki, ebből Balatonvilágosra 1000 darab kerül, 2017 darab Zamárdiba, a maradék 6308 darab pedig Siófokra. Az ezekkel kapcsolatos regisztráció már megkezdődött, és folyamatosan tart. A siokomposzt@gmail.com címen lehet igényelni ezeket a ládákat, a lakosság igényelheti, ezek 400 literes ládák, illetve vannak még 900 literesek ezen kívül, amelyet pedig a közös képviselők igényelhetnek a társasházak részéről. Siófoki lakcímkártyával kell rendelkezni, és később pedig majd az átvételre kerül sor. A projektnek készült egy weboldala is, ez a www.siokomposzt.hu címen elérhető, számos hasznos információval szolgál a komposztálás tekintetében. A ládák kiosztásakor majd egy tájékoztató füzetet is adunk a kedves lakosoknak, amely az összeszerelés, a tisztítás és egyébként a komposztálás alapszabályát is tartalmazza. A komposztáló láda egy 100% újrahasznosítható polipropilén anyagból készül, és lapra szerelhetően szállítható. Az összeszerelése egyszerű, a betöltés és a kiszedés is egy lyukon keresztül történik, amely nem okoz különösebb gondot. Az alsó részén pedig egy rács található, amely a rákcsálók ellen is védelemmel szolgál. Akkor még egyszer mondanám, hogy a siokomposzt@gmail.com címen lehet leadni a jelentkezéseket, és várjuk erre a kedves lakosokat. Köszönöm a figyelmet! A sajtótájékoztatón az előbb már hallhattuk a komposztládáknak a beszerzését, kiosztásával kapcsolatos információkat, és ezen túlmenően én azt gondolom, hogy Siófok városának nagyon fontos az, hogy ezek a komposztládák beszerzésre kerültek, és a lakosság tényleg megtudhatja a környezettudatos nevelésnek a szépségét, az, hogy a környezetünk megvédése további lehetőségeket biztosít a városlakók számára. Ezekben a komposztládákban elhelyezett hulladékok ugye a lakásnak a hulladékai, amit azt gondolnánk, hogy a szemétbe dobva tovább felhasználásra is kerülhetnek. Igen, ezek a komposztládák erre alkalmasak. És nem csak azt kell megemlítenünk, hogy a környezettudatos oktatás nevelésben ez egy fontos szerepet játszik, hanem azt is, hogy ezzel városunk költségvetését is megtakaríthatjuk költségeket, hiszen az a hulladék, az a háztartási hulladék, vagy zöld hulladék, amely nem a kommunális hulladékok közé keveredik, hanem szelektíven zöld hulladékként kerül kiválogatásra, az felhasználható, és a mennyiségében pedig csökkenti a kommunális hulladékot. Úgyhogy külön öröm ez számunkra, hogy Siófok városában ez a projekt megvalósulhatott, és ahogy látják, rengeteg komposztláda vár a lakosoknak, hogy kiosztásra kerüljön. Ha ha ha!